Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az Emperor Pintyő csatornától, és szeretném nektek bemutatni a Tencent Hanyuhen Dit képgeneráló modellt. Ez a modell megpróbálja betölteni azt az űrt, amit a Stable Diffusion 3-as modellnek kellene, amit a Stability AI még mindig nem adott ki, hetek, hónapok óta ígéri, hogy meg fog jelenni, viszont a Hanyuhen pontosan ugyanarra az architektúrára épül, mint amire majd fog a Stable Diffusion 3-as modellje egy kicsi eltéréssel, de nagyon hasonló, ezért most meg tudjuk nézni, hogy mit várhatunk majd a Stable Diffusion 3-as modelljétől, hogy egyszer majd tényleg megjelenik, és nem csak így apin keresztül lehet elérni, mint most. A Tencent cég neve ismerős lehet, az utóbbi években felvásárolta a fél gaming ipart, egy elég nagyra nőtt a társaság, és tavaly kiadta a Hanyuhen alapmodelljét, ami a funkciók széles kájáját támogatja többek között a képek létrehozását, szövegírás, szövegfelismerést, ügyfélszolgálatot, és szerintük ezek fontos szerepet játszanak majd olyan kulcsfontosságú iparágakban, mint a pénzügy, közszolgáltatások, közösségi média, elkereskedelem, közlekedés, a játékok és még sok minden más. A hanyu Dit egy innovatív szövegből képet generáló modell, amely kiválóan érti az angol és a kínai nyelvet. A modell fejlesztése során a következőket alkották meg a kutatók: Struktúra, kifejlesztettek egy új hálózati architektúrát, amely két szövegkódolót használ, egy két nyelvű klipet és egy többnyelvű T-öt kódolót, hogy javítsák a nyelvi megértést és növeljék a kontextus hosszát adatfeldolgozást nulláról felépítettek egy adatfeldolgozási folyamatot, ami az adatok hozzáadásától, szűrésétől, karbantartásától, frissítésétől és optimalizásától kezdve a modell finomhangolásáig terjed. A Hanyuhendit képes interaktív párbeszédet folytatni a felhasználókkal, képeket generálva és finomítva kontextusnak megfelelően. És több mint 50 szakmai értékelő bevonásával kidolgoztak egy átfogó értékelő protokollt, amely figyelembe veszi a szövegkép konzisztenciát, a mesterséges intelligenciáltal generált torzításokat, a téma tisztaságát és az esztétikát. A Hanyuhen Dit modell szerintük egy nyílt forráskódó modell, és a legjobb teljesítmény nyújtja a kínai szövegből generálásában az összes nyílt forráskódú modell között. A kutaték remélik, hogy az a modell hasznos lesz a közösség számára, a jobb szövegből képet generáló modellek kifejlesztésében. Természetesen ezeket az állításokat le fogjuk ellenőrizni, hogy mennyire jól teljesít ez a modell a nyílt forráskodó modellek között, illetve még a Mid Journey-vel is pluszba összehasonlítjuk. Itt hozzátenném azt, hogy a közösség szerint nem nyílt forráskodó a modell, mivel nem az OSI által jóváhagyott licenszet használja, nincs rajta az OSI vagy OCI által jóváhagyott licenszek listáján, tehát nem nyílt forráskódú. A licensz meglehetősen jó indulatú, korlátozza a commerce felhasználását 100 AUR-ra és a felhasználási korlátozásokra, illetve hasonlóan az OpenRace vagy a LAMA licenszhez de az OSI jóvágyására biztosan nem lenne alkalmas, ezt mondja a közösség, még mást állítanak a tenszentesek, meglátjuk, hogy ebből most akkor melyik az, amelyik inkább igaz. A, ami elhangzott még, az a DIT, a DIT alkalmazása diffúziós képgenerálásban jobb skálázhatóságot és teljesítményt eredményezhet különösen nagyobb és bonyolultabb képeknél, miközben többféle alkalmazási területen is használható marad. A UNET jól bevált és pontos, de a transformerek nyújtotta előnyök miatt a DIT ígéretes alternatíva. Itt van ide raktam nektek egy képet, ahol láthatjátok. hogy a Stable Diffusion XL modell az még a UNET architektúrára épült, és a Hanyuhen, illetve a Stable Diffusion 3 már erre a dites architektúrára épül, ez a Diffusion Transformerekre. Itt vannak még más adatok is, amit láthattok, majd ezt a képet belinkelem természetesen a videó leírásában. Itt már elméleti vidák, viták mentek a Redditen, hogy hogyan tudna olyan jól teljesíteni, mint mondjuk a Stable Division 3 vagy akár az SDX-el, hiszen például a paraméterben jóval kevesebb, mint a másik kettő, de itt többen mondták, hogy ez nem feltétlenül jelenti a minőség romlását, hiszen nagyon fontos maga a tanítás folyamata, ami lehet akár jobb is, mint a többinél, hiszen az is változatos lehet, tehát nem feltétlenül biztos, hogy a kevesebb paraméter rosszabb minőséget eredményez, de ezt majd mindjárt. Lellenőrizzük. A kutatási anyag természetesen elérhető. Ennyire sok kutatót, akik egy projekten dolgoztak, még nem láttam soha. Ez egy nagyon-nagyon hosszú névlista, amit itt a Tencent Hanyuhenhez tartozik. Itt látjátok, elég hosszú a kutatási anyag, de akit érdekel, az el tudja olvasni illetve itt rengeteg-rengeteg olyan adat szerepel, hogy mennyivel jobb és mennyivel jobban teljesít minden téren, mint a Dalli, SDXL, a Pixar, a Alpha, vagy a Playground 2. Pont, vagy a Journey V6-os modell. Ezeket le fogjuk tesztelni promptokkal. Közítették a github a kódot is, ami folyamatosan frissül, már igen, tegnap is változtattak a kódon, tehát érdemes mindig a legfrissebb kódot használni, ha már egyszer letöltöttétek majd, akkor mindig nézzétek meg, hogy van-e hozzá frissítés, és az alapján próbáljatok meg vele képet generálni. Mindjárt megnézzük, hogy hogyan kell használni saját gépen, csak azoknak ajánlom a saját gépes használatot, akiknek brutálisan erős videókártyájuk van, akiknek nem, annak mindjárt mutatok, egy weboldalon keresztül használható változatot, ahol teljesen mindegy, hogy milyen számítógéped van. Természetesen a saját gépünk helyett lehetne a rámpodos megoldást is használni. A rampod szolgáltatást már nagyon sokat mutattam nektek itt a Az NPRM Pintja YouTube csatornán a Rampod szolgáltatásnak az az előnye, hogy ki tudunk bérelni lényegében szinte szuper számítógépeket, amikben elképesztő erős videókártyák vannak, fillérekért, itt ilyen másodperc alapú számlázás van, tehát meg tudjuk azt mondani, hogy szeretnénk egy olyan számítógépet, amiben mondjuk van 48 gigabájtnyi videókártya memória, és az mindössze 1 dollárba kerül óránként, tehát 360 forintból megússzuk az óradíját, és kapunk egy brutálisan erős számítógépet. Tehát ha nagyon kell, és mindenféleképp generálni szeretnél ezzel a modellel, és valamire hugging demó demo nem tetszik annyira, mert mondjuk több minden szeretnél rajta állítani, vagy nem tudja sejtgépet akkor a rempodos megoldás még mindig ott van, amin keresztül lehet használni. Nézzük akkor most meg a <coughs> Haggingfészes demót, hogy itt mit tudunk csinálni. Itt van jó pár példa, amit felsorolnak a promptokra. Mondjuk például nézzük meg, hogy ez mit jelent. A aggódalmak, ez érdekes. Mondjuk ezt a hosszú promptot megnézzük. Okos róka sétál egy lombos erdőben a patak mellett, valóságű részletek, fotózás, jó, ez jó lesz nekünk. Legyen 1024x1024 pixeles, meg, illetve ki lehet választani még fekvő állókép méretet is. Itt meg lehet adni a lépésszámot, legyen mondjuk 40 lépés, itt meg lehet be lehet kapcsolni azt, amivel egy kicsit a promptot még minőségibbé tesszük. Én nem láttam akkora különbséget. Van egy negatív promptunk. A negatív promptunk az a szokásosakat tartalmaz, a rossz szem, rossz arc, torzulás, rossz művészet, deformáció, extra végtag, elmosódás, ismétlődés, tehát ezek, amiket általában beszoktunk érni a stable diffusion-nél, hogy azokra nincsen szükségünk, illetve ki tudunk választani háromféle ütemezőt, a CFG értéket be tudjuk állítani. Itt ez a szélesség kondíció és a magasságkondíciónál nem láttam azt, hogy mi az, amiben annyira változtatna a képen. Úgyhogy, ha ti tesztelitek, akkor légyver, és írjátok meg, kommentbe, akár a YouTube-on, akár a Discord szerverén az Emperem Pintja YouTube csatornának, hogy pontosan mi az, amit itt találtatok ennél, hogy mit változtat meg indítsuk el is a generálás folyamatát. Addig, amíg generálja, addig megmutatnék pár képet, amit én generáltam vele. Ez a macska, ezt 100 lépéssel generáltam, a DDPMS ütemezőt használtam, és a Prompt Enhancement be volt kapcsolva. Ez az oroszlán, ez egy mid kép, és ezt a midjourney is képet, nek a promptját adtam meg a Hanyuhennek. Nézzük meg, hogy mit generált, ez lett a generálás, ez 40 lépéses DDPM-mel e, generálódott. Tehát ez volt a Midjourney is, ez pedig a Hanyuhen. Nem kérdés, hogy szerintem a Midjourney sokkal-sokkal jobb minőségű, e, de ugye ez egy nyílt modell, tehát ez elérhető, míg a Mid Journey nem, de azért legeneráltam a többi ismert nyílt forráskódú modellel is. Hoppá, közben legeneráltam a rókát. Ö, elég jó lett, bár kicsit furcsák a lábai a rókának. A feje is. Ilyen egy róka feje? Szerintem nem nagyon furcsa lett a feje a rókának. Olyan, minthogyha igazi is lenne, meg rajzfilmszerű is, a színei azok nagyon szépek, de a ró... a környezetnek, de a rókának nagyon furcsa színei vannak, főleg itt a hátsó része. Elég érdekes. Nézzük meg az oroszlánt. Ezzel a munkafolyamattal, amit a ConfUI-ban hoztam létre, már találkozhatatok máskor is a csatornán, ennek az a lényege, hogy a lehető legtöbb nyílt modellt beleraktam, és ezekkel próbálunk promptokat generálni, hogy össze tudjuk hasonlítani egymással őket. Most változtattam ezen a munkafolyamaton, méghozzá finom hangoltam ezeket a generálásokat, és felsorolnám gyorsan, hogy melyik modelleket teszteljük. A cola 700-as, a cola 1 milliárd paraméteres modelljét ezeken is egy picit állítottam most. Akkor az SDXL modellt teszteljük. Itt a juggernaut használom. Itt egy kicsit nagyobb negatív promptot adtam be, mint alapban volt. Illetve a dpmpp2m azt választottam ki a generáláshoz. 1024 x 1024 méretű képekről beszélünk. Az SDX Lighting munkafolyamat az maradt, ami eddig. Az SD 1.5-ön változtattam, itt most már a Photon modellt használom. Illetve talán még változtattam azon, hogy a DPN++ sd -e a sampler, az SDXL Turbo az maradt, ami volt, azon nem változtattam, illetve amit még használunk, az a HyperSD SDXL, amit a Biden adott ki nemrég, a Stable Cascade, azon változtattam itt, hogy mi a lépésszám és mi a sampler, így egy kicsit jobb minőségű képeket kapunk a Playground az maradt, ami volt, azon nem változtattam. Az SD 1.5 Ella kombón változtattam, mert közben változott a munkafolyamat, emeltek jobb kimenetet is ad. Itt az Epic Diffusion-t használtam checkpointnak, illetve most legutára beleraktam az SSD 1B-t, ami elképesztő gyorsan generál kisebb mérettel, mint az sdx nek az alapmodellje, nem feltétlenül tökéletesen ugyanaz a minőség, de ezt is akkor meg tudjuk nézni. Itt van egy ilyen kis kapcsolószekrény nekem, hogy éppen melyikkel akarom a képet generálni. Nézzük is meg, hogy akkor milyen eredményeink lettek. Tehát itt van a generált képünk, amit a Hanyuhen generált. Tehát, hogy úgy kellene, hogy mondjuk ezt kirakom ide jobb oldalra. És akkor Aha, csak lehet, hogy úgy kellene, hogy ez mindig legfelül legyen. Ezt meg tudom vajon be tudom állítani? Akkor legyen így, hogy kiraktam bal oldalra. A mivőrfulónkat a jobb oldalon meg itt látható a Hanyuhen. Nézzük is meg akkor a koalával. Hát a koala 700-as meg az 1B-s modell az jóval gyengébb, tehát ezeket pipálta, legyőzte. Nézzük meg a finom hangolt sdx modellt. Itt mintha egy picivel egyet több láb lenne. Azon kívül, hát szerintem ennél jobb. Valahogy nagyon részletesnek tűnnek amúgy itt a szőrszálak az arcán, az aroszlánnak. Itt furcsa egy kicsit ez a szikla is nem annyira jó. Nézzük meg a Hyper SD-t. Hát ez realisztikusabb sokkal, hogyha lényeges volt ez, hogy realisztikus legyen az oroszlánunk, akkor a Henes az egy kicsit rajzoltabbnak tűnik, és a Hyper SD, amit nemrég adott ki a Biden, az nagyon-nagyon jó abban, hogy nagyon finom, tehát nem ilyen túl kontrasztolt, nem ez az agyon HDR-esített kép, hanem ilyen nagyon szépen eloszlanak a színeink, és emellett persze természetesen részletes is eléggé. Nekem ez tetszik, szerintem jobb, mint a Hanyu Henes, de írjátok meg ti is természetesen kommentbe. SDXL Turbo, a lábai ezek egy picit furák, de hát a, a, az oroszlán arca az szerintem nagyságrendekkel jobb kedvencem az SDXL Lighting, az itt egy erősen kontrasztos lett, de szuper jó, félelmetesen jó. Ez is talán jobbnak tűnik. Az SD 1.5, hmm. Na, kicsit érdekes lett a sörénye, olyan, mintha valami rajzfilmből lépett volna elő, kicsit, mintha nagyon hosszú nyaka is lenne a testéhez képest, már-már már zsiráfi magasságokba emelkedik. A Playground 2.5 brutálisan jó. Elképesztő jól néz ki. Ella plus Realistic Vision, ugye nem, ez már nem a Realistic, és lecseréltem, de ez az Ella az 1.5-ös SD modellel, hát ez nagyon gyatra lett, tele van hibával. Itt az SSD 1B, ami nagyon-nagyon élethű lett, de itt is nem lennének meg az arányok. Tehát, hogy ez a fej a testhez képest, ez nem nincsen rendben, és a stable keszkéd, aminek óriási a gépigénye, viszont brutálisan jól néz ki. Tehát rátok bízom a szavazást, írjátok meg kommentbe, de szerintem mind a turbo, a lighting, a keszkéd, ezek szerintem mind-mind a playground, tehát az 1, 2, 3, 4 sokkal jobb kimenetet generált, mint amit a Hanyu től kaptunk, úgyhogy nem hiszem, hogy ez feltétlenül a legjobb, illetve hát azért a, a mid-journey az brutális, tehát hogy az, az valami elképesztő. Természetesen, amit itt láttok a bal oldalon, workflow, azok nincsenek, Pluszban még átvezetve mindenféle finom hangoló módszereken, tehát ezek csak a szimpla generások az adott típusú modellekkel, nem csináltam plusz trükköket, amivel még, még jobb és jobb kimeneteket lehetne megalkotni. Nézzük meg a következő képet. Ja, igen, itt állítottam, látjátok, így itt bekapcsoltam a Prompt Enhancement, itt meg nem, semmi különbség nincs, úgyhogy égbe kikapcsolhatónak látszik. Lehet, hogy még változtatnak majd a demón, de nem látszott itt különbség a képgenerálás során. A következő, ez egy futurisztikus autó, mindjárt nézem is a promptot, hogy mi volt pontosan. Egy futurisztikus autó száguldozik a városban, nagy sebességű elmosódás, karcsú vonalak, élénk, narancsárga színek, háttérben tornyosuló felhőkarcolók, láthatóak aranyórás, világítás mellett, ugye Golden or, ami a naplemente vagy a napfelteltekor szokott megtörténni. Izgalom, kaland hangulata, nagy felbontású fényképezési stílus, látna a jármű részleteit, kiemeli sebességet, energiát, digitális illusztráció dinamikus kompozíció, játékkultúra, stílusban. Ezek voltak, amit a Midjourney prom megadtak. Így nézett ki a Midjourney által generált kép, tehát tényleg iszonyatosan erősen látni a száguldást, a dinamikát, a felhőkarcolókat, a felhőkarcok elmosódnak, az út elmosódik, tehát érzed a sebességet, brutálisan jól néz ki, hogy tükröződik az autó, maga az autó is nagyon-nagyon jól néz ki, és ezt generálta a Hanyuhen. Természetesen ők azt mondták, hogy a nyílt forráskodó modellekhez hasonlítják össze, bár azért megmutatnám, hogy itt a kutatási anyagban ott volt az összehasonlítás a midjourney képest is és minden. Itt például a text image konzisztenciánál jobb volt, mint a Mid Journey. A Playgroundnál, a Pixar nál és az SDXL-nél sokkal-sokkal jobb volt szerintük. A Subject Clarity ott mindennél jobb volt, kivéve a Dallinál, és át, nagy átlagban minden nyílt forrásúnál jobb volt, mint amivel ők összehasonlították, és eléggé megközelítette a Midjourney V6-os modelljét. Hát ez nem tudom, mennyire közelíti meg a Midjourney V6-os modelljét, azt hiszem itt problémák vannak az összehasonlítással. Itt többen felvetették azt például, hogy itt ezt a batyukat hasonlították például össze, hogy mennyivel jobb ilyen vagyukat generált, de mivel ez egy kínai étel, értelemszerűen egy kínai modell az valószínűleg sokkal jobb képet fog erről generálni, hiszen a tanítás során jóval több olyan képet adtak neki, ahol ez látható. Vagy éppen pont ez a kunku. Artist Performing, ami itt látható az SDX-el, módával egy jóval kevesebben lett tanítva, tehát azért nem ad olyan jó eredményt, mint a Hanyuhen. De nézzük meg az autót, hogy én mit hoztam össze autófrontom Itt vannak az autók, de azért nézzük meg, hogy a Hanyuhen-nél még állítgattam a beállításokon, ez volt a 40 lépéses, 100 lépésesnél már szerintem sokkal jobb lett. Ez a DDIM ütemező lett kiválasztva 100 lépéssel, ez a DDPM, ez szerintem még jobb lett talán, mint a DDIM, illetve a DPMMS, ez nagyon szétesett, tehát ezzel nem sikerült rendes minőségű képet generálni, tehát maradjunk a DDPM-nél, de amúgy a többi képet is ezzel a DDPM szemplerrel generáltam. Tehát nézzük meg ezt, ez most a legjobb minőség, amit a hdm ből ki tudtunk hozni, 100 lépés DDPM, és akkor hasonlítsuk össze őket. Itt van a Koala 700, <laughs> ami, hát elmosodni elmosodik, de vicces lett az autónk. Az 1B, ami egy jobb minőséget kell meg, hogy létrehozzon. mint a 700, az borzalmas lett. Az SSD 1B, ami borzalmasan gyorsan generálja a képeket, e, és nem is eszik annyi memóriát, nem lett annyira rossz, de ennél azért szerintem jobb. De minden esetben írjátok meg kommentbe, ti is tényleg bíztatlak titeket, hogy a YouTube kommentben jelezzétek, hogy szerintetek itt például az autónál ki volt a nyertes. Itt a Jaggernőnek az SDX modellje. hát itt azért már vitatkoznék azzal, hogy melyik a jobb. Dinamikusság szempontjából, ha azt veszem, ez sokkal dinamikusabb. Érdekes, hogy az SDX a modellnél úgy jelent meg, hogy ami nagyon közeli épület, azok elmosódnak, viszont távoliak nem. Ez talán a valóságnak jobban meg is felel, mint minden épületet elmosunk. Sokkal szebbek az épületek. Amúgy, ha jól megnézitek a háttérben lévő épület, sokkal szebb, mint amit a Hanyuhen generált. A kocsi az is talán jobban néz ki, viszont nem biztos, hogy annyira visszaadja azt a dinamikát. SBX-szer turbo brutálisan jól néz ki. Valami eszevezettő jól néz ki, elmosódik, tükröződések szinte. Itt érdekes, mert olyan, mint hogyha csak egy ilyen, tényleg egy játékból jött volna ki ez az egész, mint ahogy kértük a promba, és egy teljesen különálló lenne ez a modell, tehát ha nem lenne köze a külső épületekhez, amik mehetett itt pedig nagyon durva reflekciók is vannak, tehát hogy itt tükröződések elképesztő jól néz ki az SDXL Turbo. Nézzük meg az SDXL Lightingot, ez is nagyon-nagyon jól néz ki, viszont érdekes mód, a, a kocsi az brutál, tehát az, az nagyon-nagyon szép, de mondjuk érdekes, hogy a két visszapillantó tükör nem ugyanaz, de ezen nincs az a dinamika. Tehát nincs az a dinamika, az SDX-el turbónál jól előjött ez a száguldás, annyira nem jön le nekem ez az sdx lightingból. A Hyper SD az ugye visszafogottabb, szerintem nagyon jó. Itten nincsenek annyira túltolva soha a színek a Hyper SD-nél, tehát egy kicsit visszafogottabb színvilágot kapunk, nem ez a túlszaturált soha, amiket generál. Nekem ez is nagyon tetszik. Mm. A dinamika itt is egy kicsit hiányzik belőle. Nézzük meg akkor az SD 1.5-ös modellt. Hát ezen annyira nem jön át semmi. Lerajzolt az autót, meg ott vannak az épületek. Playground. Ez nagyon-nagyon jó. A fákat, hogy oda rakta pluszba, és elmosódik mint a szikrázna itt az úttest szintá, hogy száguld ez az autó, ez biztos, hogy jobb, mint a hányuhan, de mondjátok meg ti is kommentbe. Nézzük meg még a maradékot. Ez az Ella, plusz egy 1.5-ös SD modell, ez is nagyon jó lett. Ö, hát nehéz dönteni, hogy melyik. Nehéz dönteni, és maradt még a Stable Cascade, ami gyönyörű. A Stable cascade látni igazán amúgy a naplemente, vagy éppen napfelkeltét, hiszen ez a Golden Ornak a lényege, hogy nagyon narancsárgásak, pirosasak, ilyenkor a színek, sárgák, és ez például az 1.5-ös modellni, vagy Lighty modellni annyira nem jött elő, illetve a Playground-nál sem, itt az ég az nem olyan, mint aminek lennie kellene, a stable cascade nagyon-nagyon átjön a hangulata. Én azt mondanám, hogy a prompt ismeretében ez hoznám ki nyertesnek, messze jobb, mint a Honeyman. És ez is nyíltan, ingyenesen elérhető a stable cascade. Nézzük meg még, mi volt itt még. Jó, akkor menjünk tovább. Ez a prompt, ez egy 15 éves dél-amerikai influencer lány a szobájában, és belenéz a kamerában, és egy öltözőasztal előtt ül, és iskolai ruhát visel. Nagyon érdekes lett az arc. Tehát, hogy ilyen, ilyen a szemek nem annyira jók, és ilyen művi az arc, nagyon ilyen, Ilyen próba-baba kinézete van, nekem ez annyira nem tetszik, ez az 50 lépéses. Hát így néz ki a hogy Én értem a pontszámot, hogy kitaláltak egy ilyen pontszámítási módszert, ugye itt a kutatási anyagba, itt a táblázat, amivel a Midgernit-vel összehasonlítják, és bizonyos esetekben, még jobb is. Tehát nézzük meg itt a, a konzisztencia összességében tárgyasztétika. Tehát egyszerűen nagyon nagy a különbség szerintem. Tehát ez nagyságrendekel életűbb, sokkal jobb, a lány az meg aztán főleg. Tehát a haja, az félelmetesen jó lett. Ez, ez nagyon rajzoltnak tűnik. Tehát, hogy így minden részében. Még az asztal is. De az arca főleg, a haja is nagyon furcsa. Tehát szerintem nagyon messze van a zárt Midjourney modelltől. A többi nyíltal nem teszteltem. De megnézhetjük mindjárt megnézzük, akkor legyen mondjuk, azt mondja, hogy leteszteljük ezt a promptot, gyorsan generálok egy képet, hogy tudja, hogy erre a munka folyamatra van szüksége, mondjuk az 1.5-ös modellel generálunk egyet újra, Nyitunk egy új ablakot, és akkor ezt a lányt kipróbáljuk, mondjuk a mivel próbáljuk ki, mondjuk az sdx turbóval, meg a Lighting-gal, és a, esetleg playground meg a Cascade, ezek adták a legjobb eredményeket. Nézzük meg. Jó, bemásoljuk a promptot. Ezeket majd persze megosztom veletek, hogy ti is ki tudjátok próbálni. Legyen akkor a Turbo és a Lighting modell. Itt a Turbo az már mehet is a generálás addig, amíg a többit töltjük és a lighting modellt pedig ide raktam. Jó, a playgroundba is belerakom, a keszkétbe is, és utána mehet a generálás. Jó, az sdx turbo lefutott, ja, lehet, hát legyen a hyper is. Ez hol is volt, ez itt volt, nem itt. Hova raktuk a hypert? Ide legalul. Jó, oké, itt a Hyper, azt is legeneráljuk. Jó, és akkor mindjárt visszatérünk, miután legeneráltam őket. Készen is van 5 nyílt modellel a képünk, nézzük akkor meg. Ide kirakom bal oldalra. Itt a hanyu a jobb oldalon. Lássuk csak, SDX turbo. Nem mondom, hogy tökéletes, de sokkal élethűbbnek tűnik. A szobájában is sokkal több részlet van, tehát ez nagyon üres ez a szoba. Lehet, hogy éppen most takarított és elpakolt mindent a fotó kedvéért a lány, de nagyon-nagyon üres, és egyáltalán nem úgy tűnik, mint hogy egy 15 éves lány szobája lenne, inkább tűnik egy hotel szobának. Nézzük meg akkor a másikat. sdx Lighting. Ez is nagyon jó, érdemes megnézni az újakat, hogy picit még a görbe is, de legalább öt ujja van. Szerintem sokkal jobb, rengeteg apró részlet. Tehát ez egy öltöző asztalkáról beszélünk. Vagy nem is öltöző, hanem ilyen sminkes, de hogy rengeteg-rengeteg minden van ott. Tehát uh, sokkal inkább uh, élethűnek tűnik félsülködő asztal, mint a Hanyuhenes. A HyperSD az nagyon szép lett, nagyon-nagyon élethű. Talán ezek közül ez tűnik a legélethűbbnek a HyperSD által generált. Igen. Bár itt nincs annyi részlet pluszba a képen, érdekes, hogy ezt a kék ruhát ideaggatta, elképzelhető, hogy ilyen kék színű ruhál a Dél-Amerikában valamelyik egyenruha, amit hordanak, itt van a stable keszkéd által generált, <laughs> kinőtt az ágyból, ez nagyon furcsa, ez nagyon-nagyon nem sikerült jól, ez, ez furi, nézzük meg Playground 2.5-öt, mm, hát, az arc, az, ú, de rossz lett, az nagyon rossz, nagyon rossz az arc, viszont az sdx turbo turbót és az sdx -er lightingot én kihoznám győztesként, szerintem sokkal jobbak lettek, mint a Hanyu de ha már itt tartunk, akkor nézzük meg az SDXL alapmodelljével is, biztos ti is kérnétek, hogy akkor próbáljuk ki azzal, generáljuk le gyorsan, azt megvan egy pillanat alatt, SDX-el, vagy itt van, és a nézzük meg, ez egy e, finom hangolt modell, tehát ez nem az alapmodell. Ők elképzelhető, hogy amúgy az alapmodellel hasonlították össze. Ezt e, itt nem látom, ebben a részben nem írják, de lehet, hogy valahol írják, hogy melyik SDX-el modellt használták. Azért azt érdemes lenne tudni, hisz az sdx alapmodelljére azért e, rápakoltak jó, pár ember finom hangolást, amit a sokkal-sokkal jobb lett az SDXL modell, nagyon-nagyon kevesen használnak alapmodellt, inkább az emberek a finom hangolt modelleket használják. Ez lett a Juggernaut modellünk. Mm, teljesen jó ez is. Tehát nincs annyi részlet, de talán, talán élethűbb az arca, mint a Hanyuhennek. Szerintem. Szerintem még ez is jobb. De az biztos, hogy a Turbo és a Lighting modellek jóval jobb képet generáltak, mint a Honeywell, úgyhogy itt sem nagyon hoztam volna ki hogy győztesnek. Hát a Midjourney az meg az egy más, más kávéház. Jó, itt van egy ilyen képem, ahol azt mondja, egy közeli felvétel egy emberről, spanyol férfi, aki magyaráz egy csoportnak, vagy vezetőknek, a jelent egy szállodában játszódik, légkör boldog és profi. Ez lett a generálás, és ez volt a Mid Journey. A Mid Journey-nél itt az újakkal probléma van, Hát nem mondom, hogy ennek se, uf, ennek a fogazata borzalmas, a hányú ennek, a Midgerni-nél meg az arc, arc nagyon részletes, de a fogakkal itt is baj van, meg ez az arcből egy kicsit furcsa, lehet, hogy itt a prompton még javítani kellett volna, mert valami nem ok és ezzel a prompttal, de, de részleteiben, ha azt nézzük a részleteket, itt sokkal jobban átjön a hangulata, itt mondjuk tisztább valamennyire a kép, itt nem hoznám ki egyiket sem nagyon győztesnek. Hamburger. A hatos generálás az egy McDonald's rendelés. Ez volt a promptunk. Természetesen angol írtam be a promptot. Ízletes és jó kinéző. Ö hát ez nagyon harmatos lett ez a generálás. Itt egy fekvő képet generáltam, és amikor álló képet, nem is állót, hanem négyzet alakú képet generáltam, tehát 1024 x 1024 pixeleset, már sokkal jobb lett, de még mindig úgy néz ki, mintha műanyagból készítettük volna. Szerintem azért ez nem az igazi. És hát így néz ki a mid pont. Tudjuk jól, hogy nagyon-nagyon erős abban, hogyha ételfotókat kell generálni, de, de itt óriási a szakadék. Tehát, hogy ö, egyszerűen összehasonlíthatatlan. Bár ez a fröccsenés, ez itt nem tudom, hogy micsoda, de, de teljesen más kávéház a kettő. Nézzük meg, hogy mit generálnak a mi nyílt modelljénk, amiket akár a saját gépünkön is természetesen ingyen tudunk futtatni. Ugyan megkeressük, itt van a mcdonalds rendelés. Ha itt hagyjuk a honey Hand, és akkor lássuk a felhozatalt, a két leggyengébb modellel, a Koala 700-as, hmm. szó-szó, hát ezt azért megütötte a Koala szintjét, annál jobb. SSD 1B modell, a buci, ez a fehér buci, ez nagyon érdekes lehet, hogy ilyen fehér csokival van borítva, viszont a hús a szerintem sokkal élethűbb, mint a jobb oldaliba, sokkal inkább olyan, mint amit a hamburgerbe bele szoktak rakni, és nem chicken-negetszet raknak a hamburgerrel általában, hanem inkább ez a fajta hús. Itt a, a, a szalonna az oké, okay, de. Ez talán a hagymakarika akar lenni, az ott nagyon szétfolyik, ez annyira nem gusztusos. Nézzük tovább. Jaggerno SDX-e modell, tökéletes McDonald's jel szinte. A szendvics nagyon jól néz ki, a saláta még inkább, a krumpli az az, az egy álom, azt már innen meg is enném szerintem. Annak ellenére egyáltalán nem szeretem a mcdonalds ételt. Sokkal jobb hamburgerek is vannak, de hát ki mit szeret? Nézzük meg a HyperSD-t. Ugye a HyperSD sokkal visszafogottabb, de mégis talán, mintha emiatt lenne az, hogy, hogy úgy néz ki, mint a valóság. Tehát, ha kettőt egymás mellé rakjuk, itt a SDX-szel finom modellt és a HyperSD-t, sokkal inkább úgy tűnik, mint ahogy általában szoktuk látni, vagy ha csak egyszerűen lövünk egy átlagos mobillel egy képet, akkor, akkor ezt kapjuk meg eredményként. Ez szerintem nagyságrendekkel jobb, mint a Hanyuhen. Nézzük a turbót. A turbó itt is nagyon megdonálcosra vette, Elég jó lett itt, hogy kipotyogtak ezek a kis darabkák, leesett a krumpli, ott a háttérben is látjuk a krumplit, a fények. Itt pedig egy sárga háttér előtt van, nem is tudom, hogy miért, tehát nem, nem látszik. Valamint ha valami stúdiófotószerű lenne inkább, ez a bal oldali, ez jobb szerintem. Itt a lighting modellünk, érdekes ez a kis valami furcsa edényke, ami itt, itt háttérben van. Szerintem ez is jobban sikerült. Az SD 1.5-ös modell az nem annyira, az nagyon furcsa lett. Az, az amit a gyurmából készült volna. A playground itt az, az üt, az ütős. A buci nem feltétlenül annyira élethű, de túl sima a felülete, viszont ami benne van, az tényleg nagyon. Az Ella plusz, a GSD 1.5-ös modell, ez, ez nagyon gáz lett, tehát ez borzalmasan rossz. Viszont a Stable Cascade, ez mindent visz. Tehát ez egyértelműen a legjobb. A mcdonalds -le el az hibás, viszont a buci, a töltelék, a hagymakarika, a sajta, hogy lefolyik a saláta, ez nagyságrendekkel erősebb. Tehát, hogy ezt nem is hasonlítanám össze, lehet, hogy ezért nem rakták be a keszkédet a kutatási anyagba. Mert ez egyértelműen jobb szerintem, de, de itt a, a Jaggernau is szerintem jobb volt, illetve talán az SDX-et Turbo is, de írjátok meg kommentben, hogy szerintetek melyik modellek voltak jók, amik. Nekem az SDX-el lighting az csalódás, a krumpli mondjuk nagyon jó lett, de ezek a furcsa részek, amik oda kerültek, generáljuk újra, nézzük meg. Hát, ha egy újra jobb képet kapunk, csak pont egy olyan szívet fogtunk ki, aminél nagyon... Na, itt van. Hát igen, ez jó. A McDonald's jellel probléma van, de, de sokkal jobb lett. Sokkal. A buci az jóval életű szerintem. A hús az pedig tökéletes. Úgyhogy most hoznám ki nyertesnek a hanyuhen Itt egy kis póni generálás, ide szöveggenerálásról volt szó, ez a journey is, Happy 5. Birthday to Siena, és érdekes módon a szöveget teljesen lehagyta a Hanyuhen. Ezt írták többen a Redditen, hogy nem akar szöveget rárakni a képre. Valószínűleg azért, mert mind kiderült a használat során elég erősen cenzúrázott modellről beszélünk. <laughs> ez, egy, ez egy elég vicces fotó. <laughs> Ennek az a lényege, hogy e, igazi medve alakú házikó egy hatalmas kukoricatábla közepén. Ez volt a H1 féle generálás, és. E, nem mentettem le a Journey-t a frányába, itt elfelejtettem, de az is elég jól nézett ki, itt viszont összehasonlítható volt a kettő egymással. Itt van egy nagyon bonyolult prompt. Ennek a nagyon bonyolult promptnak a következő a lényege. Lássuk csak bal oldalon egy barna tüskés hajú férfi, fehér inget, kék csokornyakkendőt, ez már nem kék, tehát itt a hányúhen már elvérzett, és piros csíkos nadrágot visel, ez egyáltalán nem jött össze, lila magasszárú tornacipő van rajta, ez is hibás, egy nő a jobb oldalon, hosszú szőke, göndör, haj, pipa, sárga nyári ruha, pipa, zöld magas sarkú, ez nagyon nem magas sarkú, és nem is zöld, tehát itt a, azt mondanám, hogy a kb. 50%-os teljesítményt ért el. Itt pedig azt látjátok, amikor olyan képet kérünk tőle, amit nem lehet, tehát a tiltott képek például, Tiananmen mentér, vagy Xi jinping kéritek, vagy bármilyen ismerte politikus nevét beírjátok, vagy olyat, amit Kínában tiltanak, akkor ezt fogja eredményként kiadni a generálás, akár a háginkfészen, akár saját gépen generáljátok. Nézzük meg akkor ezt a nagyon bonyolult promptot. Ezt legeneráltam, úgy szintén a többi modellel is. Itt van. Nézzük akkor meg őket. A koalák... a koalák felcserélték azt is, hogy melyik oldalon kinek kellene ülnie. Tehát itt, itt elbukik teljesen mindenki piros cipőt visel, sárga nadrágot, vagy sárga feje nadrágot. Ez nagyon nem jött össze. A Jagenó érde módon három embert generál, de most legenerálok egy újat, hát ha azon csak kettő lesz, adunk neki még egy esélyt. Hát, ha jobb ö, kimenetet kapunk. Valamiért érdekes, hogy ö, a Hanyuhen az ö, ilyen rajzfilmeset generált. Tehát nagyon sokszor nem akar életű képet generálni. Nem, itt a ja, fix a seed number, akkor ezen változtatunk. Most generáljunk új, ez nem fix seed number, és akkor mindjárt egy másik képet kapunk. Nem, még egyszer, megint hárman vannak. Miért három ember rak le? Hm, érdekes. Érdekes nagyon, hogy három ember rak le a kettő helyett. Jó, nézzük. Baloldalon egy barna tüskés hajú férfi, fehér inget, kék csokornyekendőt, piros csíkos nadrágot, lila, magasszárú tornacipő. Fú, ez teljesen rossz. Jó, nő a jobb oldalon, hosszú szőke, göndör, haj, sárga nyári ruha, zöld magas sarkú, úgy, ahogy van rossz az egész. Tehát a Dragernő az kiesett, azt felejtős. Nézzük meg az sdx et turbót, az is valamiért három embert generált. Magas sarkút itt se láthatunk. Piros csíkos nadrág, nincs kékes színű csokor, nyakkendő, az még oké. Okay. Mm lila magasszárú tornacipő, az nem igaz, azt átrakta a nőre, akinek egy zöld magas kellene viselnie, SDXL Turbo is nagyon rossz minőséget adott ki. Az SDXL Lightingnál, hát a piros csíkos nadrág itt sem sikerült, a lila magasszárú tornacipő úgy szintén nem, zöld magassarkú, nem, kék csokonyak, de nem, tehát ez is nagyon rossz. Ez sajnos nagy probléma, a jellegi modellekkel, hogy a bonyolultabb promptokat egyáltalán nem értik és nem tudják legenerálni. Itt ezt már fel se sorolom, itt teljesen hibás. A nyári ruha megvan a lánynak, meg a magas sarkú, de minden másban rossz. A fiúnak talán a lila magas szárú tornacipő, annyira nem magas szárú, de fogjuk rá, hogy egy kicsit lila meg a kék csokornyakken, de a göndör barna haj az jó lett. Menjünk tovább, SSD 1B, Fú, de rosszak lettek az arcok. Itt mindenkin ugyanaz a cipő van. Jaj, ez nagyon rossz. Ezt lépjük is tovább. Stable Cascade. Ez is csalódás volt, egyszerűen borzalmas arcokat generált. Valamilyen nagyon-nagyon rondák lettek. Ö magas sarkú hiány, sárga ruha hiány, kék csokornyakkendő, kendő, teljesen rossz lett, amit a Stable Cascade generált, úgyhogy ezt nem mondanám jónak. Az SD 1.5 az is rosszat generált, tehát itt szinte minden behibás, már a legeleje rossz, neki a barna hajú férfi, tehát már ott elrontotta. Playground ö itt is rengeteg probléma van. Nagyon nem akar működni. És akkor nézzük meg, aminek a legjobban kellene, elméletek működnie, nemrég be is mutattam a csatornán az ellát, amivel elmélhetek sokkal jobb prompt, uh, tudunk összehozni, és a szövegért, és sokkal jobb lesz. Barna tüskés hajú férfi, ez oké. Okay. Kék csokornyakendők, piros csíkos nadrág. Nem csíkos, de legalább piros a nadrág, oké, okay. lila magas tornacipő, oké, okay. nő jobb oldalon, hosszú szőke göndörhaj, oké, okay. sárga nyári ruha, oké, okay. zöld magas sarkú, azt nem találta el, de én ezt hoznám ki nyertesnek, szerintem sokkal több mindenben eltalálta a megfelelő színeket, illetve beállításokat, amit kértünk tőle. Tehát az 1.5-ös modell az ellával kiegészítve, egész jó eredményt adott, és a nagyon bonyolult prompton elvégzett, elvérzett a hány, tehát hogy az nagyon nem akart sikerülni. Jó, ez lett volna a már meglévő modelljeinkkel az összehasonlítás. Természetesen a promptokat be fogom másolni nektek a videó leírásával, tehát ti is ki tudjátok majd próbálni, illetve a Dalival is érdemes például összevetni, hogy milyen eredményt ad, hiszen ők is a kutatási anyagukban összehasonlították a dallival. A Pixarta is összehasonlították, Készítettem én is ide egy munkafolyamatot a Pixártal, ugye meg is keresem. Itt a Pixártos munkafolyamat, itt ebbe egy kicsit ki van egészítve, mert hogy itt van egy kis plusz finomítás is egy SD 1.5-ös modellel, és ezt az eredményt adta. Tehát bal oldalon tüskés hajú férfi, oké, okay, fehéring, oké, okay. Kék csokor nekendő pipa, piros csíkos nadrág, oké okay, pipa, lila magas tornacipő, nem magas de lila, az félig meddig pipa, nő a jobb oldalon, hosszú szőke göndör haj, pipa, sárga nyári ruha, pipa, zöld magas pipa. Ez nyert szerintem, de írjátok meg kommentben, ez amúgy a pixar a Sigma modellje, egy kis ö, finom hangolással, de Amúgy a Pixartból ez jött ki már eleve, tehát már ez is sokkal jobban fedi a valóságát a kommentnek, kommentnek, a promptnak, amit szerettünk volna legenerálni. Tehát sokkal jobban megértette a promptot, mint a Hanyuhen. Nézzük meg akkor, hogy hogyan lehet ö, használni még másféle módon. Mielőtt kipróbálnak a sergépes használatot, természetesen, szokásos emberünk, Kamen Duru, aki nagyon nagy elkötelezett hívva a nyílt forráskodó közösségnek, elkészítette ennek is a Hanyuhem modellnek a Google Kolabos változatát, a Google Kolabon tudjuk teljesen ingyenesen használni, megnyitjuk ezt a weboldalt, rákattintunk erre a kék nyomógombra, megnyílik a Google Kolab felülete, ide nem kell semmi más, csak egy Google-os felhasználnév jelszó, nem a mi gépünk erőforrásait fogja használni, hanem a Google biztosít számunkra egy nagyon-nagyon jó gépet, amin tudunk majd képet generálni, ez egy 15 GB-os videókártya majd, amivel itt rendelkezünk, tehát tényleg szuper erős gépet kapunk. Itt látjuk azt, hogy letölti a kódot, letölti a modelleket, és utána elindít egy felületet. Ide be van írva ez a minus minus no minus enhance, annak köszönhetően jóval kevesebb memóriát fogyaszt, és így valószínűleg bele fog férni a 15 GB videókártya határba, amit az ingyenes Google használ. használat eredményez. Úgy tudjuk elindítani, hogy rákattintunk a Play gombra, majd azt mondjuk, hogy mégis futtatom. Tehát itt a bal felső sarokban cella futtatása. Azért jó nagyon ez a Google Colabos módszer, mert a Hugging Face-en elképzelhető, hogy sorba kell állnunk, és olyankor lassabban kapjuk meg a képet, viszont itt a Google Kolabos jegyzetfizet az a mi számunkra, egyedül a mi felhasználók számára kiosztott futatókörnyezetet környezetet használja, figyeltek oda, hogy ez egy idő után lejár, és mindig mentsétek a képeket, képre rákattintva a jobb gomb mentés másként el, amit generáltatok, azt mentsétek mindig a saját gépetekre. Szóval ezt bármikor tudjátok használni, hogyha megnyitjátok másnap, akkor mindössze annyi a tendőtök, hogy ezt a linket, amit itt felül láthattok a böngésző címsorában, az URL-t, ezt kell megnyitni, de akár lehet innen a Kamendurunak a github oldaláról is, és a cella futtatása gombra rákattintani. Mindig ezt a linket osszátok meg másokkal, hogyha szeretnétek nekik átküldeni, amit itt felül láttok. Nagyon gyorsan letöltődnek a modellek, hiszen nem a mi internetünk sebességét használja, hanem a Google és Hugging szerverei kommunikálnak egymással. Itt látjátok, hogy például ezt 94 megabyte per szekundummal töltötte el ezt a fájt. 97-tel. Néha eléri a 2-300 megabyte per szekundumos sebességet is. Amíg elindul, megmutatnám ezt a linket, ezt is majd berakom a videó leírásába. Ha valakit jobban érdekel a dit, a diffúziós transformerek, ami amúgy egy Facebookos projekt, őknek a kutatási anyagán alapul, megosztották a GitHubon, el tudja olvasni, illetve ki is tudja próbálni, hogy ö, mire képes emeteg, majd a Stable Division 3-as is ez lesz az architektúra alapja. Nézzük meg, hogy sikeresen elindult már, még nem, még töltögeti a modelleket. végre elindult, letöltötte, amit le kell, miután lefutott ez a sok kód és töltés, utána látni fogtak egy ilyen linket, hogy Running on Public URL, erre kell rákattintani, ez egy teljesen egyedi cím, ez csak hozzátok tartozik, ezt nehogy megosszátok mással, illetve mint mondtam, ez csak ideig óráig működik, utána leállítja automatikusan a google rendszer. rendszert, ilyenkor újra le kell futtatni a, a futtatását, és megint tudjátok használni. Tehát ezt a linket soha ne meg senkivel, hanem ezt, ami itt felül található, az URL sorban azt lehet megosztani, és akkor ő is futtassa saját magának. Nézzük is meg, pontosan ugyanazt a felületet fogjuk kapni, mint ami a Hugging Faces demóban elérhető volt, semmi különbség, ide beírunk valamit, mondjuk itt szedünk egy promptot, a mid Journey től legyen, mondjuk, mi legyen, egy kutya. Jó, egy kicsit hosszabb prompt lehet a generálás megnézzük, hogy hát, ha itt látjuk a generál sebességét pontosan, igen, látjuk, hűha, 5 percig tart, elég lassú, hogy azt kell mondjam, megnézzük a RAM felhasználást, ott belefér-e, igen, igen, 11 gb RAM videókártya memóriát használ, 11,4-et, tehát a 15-be beleférünk. De, mint látjátok, a Hugging Faces demónál azért jóval előbb generálta a képet, tehát itt jóval nagyobb erőforrást kaptunk, mint amit megkaptunk a Google Colab rendszerében. Tehát ez egy olyan 5-6 perc, amíg legenerál egy képet. Ez itt el van szépen a háttérben, nézzük meg addig, hogy hogyan tudjuk feltelepíteni a saját gépünkre. Itt van a Tencent által megosztott uh, GitHub repository, a szokásos hármas programcsomag kell hozzá windows környezetben, hogyha Linuxos vagy mekesek vagytok, akkor nem nagyon tudok segíteni benne, de Linuxon is eléggé hasonló például a telepítés, lehet, hogy egy picit más uh, programokat kell használni, de tudtam már mindegyik megvan ezek közül oda is. Az anakonda az egyik, ami helyett lehet a minikondát is használni, ez arra kell, hogy egy futtató környezetet tudjunk használni a gépünkön, anélkül, hogy bezavarnánk más ai alkalmazásoknak. Fel kell telepíteni a Python-t, itt a 3.10-es python t ajánlom a számítógépetekre, illetve le kell tölteni a gitet is, ezzel fogjuk majd klónozni a gépünkre a github kódot. Van itt egy nagyon jó telepítő leírás, itt látjátok, hogy még nagyon-nagyon kezdeti stádiumában van a projekt, hiszen rengeteg minden hiányzik még, amit beígértek és nem csináltak meg. Szerencsére webes demót, tehát gradiós demónk már van, tehát ilyen grafikus feletet azt kaptunk. A generálás megvan, a modelleket közzétették. Menjünk lejjebb. Itt egy összehasonlító teszt például, ahol látjátok a Hanyuhen összehasonlítani a többi modellel, a Pixar-tal, SDX-el, Playground 20 SD3, Mid Journey-vel és a Dali 3-mal. Lássuk csak, azt mondja, hogy hogyan kell telepíteni. Nyitunk egy parancsori ablakot, azon a helyen, ahova szeretnénk feltelepíteni, nézzük csak meg. Mondjuk nekem ez a D meghajtó AI mappa. Ide nyitok egy parancsori ablakot, a CMD parancsal. És utána a következőt kell kiadni parancsot. Git, szünet, klón szünet, http, hanuhen dit. Ennek a címét onnan tudjuk, hogy ide felmegyünk, a zöld gombra rákattintunk, és ezt kell kikopizni. A pont git nem feltétlenül szükséges, anélkül is le tudja klónozni a gépünkre. Tehát ha ezt ide beírjuk a parancsolói ablakunkba, nyomunk egy Enter-t, akkor ez le fogja menteni ezt a githubos repozitorit pár másodperc alatt le fog töltödni. Miután ez megvolt, utána a következő parancsal lépjük be a Hendek a mappájába, és utána létre kell hoznunk egy kondás környezetet. Nagy szerencsénk van, mert ők létrehoztak egy environment.yml fájt, ami leír egy csomó mindent, és ezáltal fogja létrehozni a konda a környezetet. Itt meg is tudjátok nézni ezt a fájt, amúgy a kódban. Itt van environment. Itt van a Python-nak például 3.8.12-es változatát használja. Érdekes, hogy a PyTorch az nagyon régi, amit használ. Ezekből általában úgy probléma szokott lenni. Tehát kiadjuk ezt a parancsot, itt a parancsori ablakunkba. conda env create-f environment.yml Tehát ezt a parancsot csak azután tudod kiadni, miután telepítetted az Anacondát vagy minikondát, tehát ez mindenféleképp szükséges hozzá illetve a git és a python -t. Hogyha ez megvolt, ez le fog futni pár másodperc alatt, esetleg ha kérdez valamit, akkor yes-szel válaszoljatok. Utána aktiválni kell a Hanyuhen futtató környezetet, amit létrehoztunk. Ha ezt aktiváljuk, akkor itt megjelenik elől a Hanyuhen did felirat, tehát hogy aktiváltuk, és most már azt használjuk. Utána ki kell adni egy parancsot, ez a Python-NPP Instance Requirements TXT, ez feltelepíti azokat a Pythonos csomagokat, amik mindenféleképp szükségesek ahhoz, hogy fusson. Itt leütjük az Entert, ez el fog tartani pár percig, amíg letöltödik minden, amire szüksége van. Utána opcionálisan fel lehet rakni a Flash attention -t. Ez a Flash attention az a lényeg, hogy egy jobb memóriakezelést ad, a számunkra, és ezt tudja használni a Hanyuhen. Nekem nem sikerült a használta mert nem az a kombináció van a gépelen, ami neki kell. Itt azt írja, hogy Requires CUDA 11.6-os vagy annál nagyobb, hát nekem annál nagyobb van, mert hogy a 12.4-es, Nvidia a t raktam fel a gépemre, és sajnos a Flash attention az nincs, mert ha megnézzük a Flash attention a github oldalát, akkor itt látunk egy release kis részt, de rákattintunk, és sajnos itt, ha kinyitjuk, akkor láthatjuk, hogy a CU-122 létezik csak, vagy a CU-118-aság, Nekem pedig a 12.4-es van, és nem a 12.2-es, sem nem a 11.8-as, és ezért nem tudtam rendesen feltenni, tehát ezt nem használom a gépemen. Ha esetleg nektek ezek közül van valamelyik, akkor természetesen telepítseték fel azzal a parancsal, amit itt láthattatok. Hogyha ez megvolt, akkor utána fel kell telepítenünk a Hugging Face aluvás hub csomagot, aminek az a lényeg, hogy ezzel tudunk letölteni a Hugging Face weboldalról egy teljes modell könyvtárat, hogy ez megvó, ezt úgy szintén ide beírjuk a parancsori ablakba, megnyomjuk az enter és szépen letölt és feltelepíti. Ez is egy pillanat alatt megtörténik. Utána létrehozunk egy mappát, egy CKPTS mappát, a Hanyuhenen belül, itt látjátok, létrejött egy CKPTS mappa, és utána kiadjuk azt a parancsot, amivel letöltjük a Tencent Hanyuhen féle Hanyuhen dit modell csomagot ebbe a CKPTS mappába. Ez el fog tartani egy kis ideig, mert hogy 40 gb információt szed le. Tehát figyeltek oda, 40 GB-nyi leki kell le ebbe a CKPTS mappába, ezt mind le fogja tölteni. Nekem ez minden gond nélkül letöltődött, és utána a következő képen lehet elindítani. El lehet indítani a gradiós felületet, a gradiós felület az, amit már láthattunk, a hugging face ez, vagy láthattuk a Google Collab rendszerébe, tehát pontosan ezt fogjuk mi is elindítani a saját gépünkön. Ezt a Python szünet app per hide it alulás app.py parancsal lehet elindítani. Ez a kínai UI-t fogja elindítani, hogyha angolul szeretnéd, akkor ezt a parancsot kell megadni. Én is elindítom. Amikor szeretnéd majd elindítani máskor, akkor mindenféleképp figyelj oda, hogy először ki kell adni azt a parancsot, amivel aktiválod a kondás környezetet, és csak utána ad ki ezt az indító parancsot. Ezzel az indító parancsal van egy kis bökkenő még hozzá az, hogy valószínűleg, még ha 24 GB-os videókártyád van, az is kevés lesz neki, mert hogy a gép igénye alapesetben, mindjárt megkeresem, valahol itt írták, 32 GB-nyi videókártya memória, ami konzumer gépbe annyira nem fordul elő, ezért ki kell egészítenünk a parancsot egy plusz opcióval, ami elméletileg kicsit ront a képminőségen, de annyira nem látványosan. Ez a minus minus no minus enhance ezt kell még beírni utána. Illetve itt volt a Flash Attention gyorsítás, ha sikerül feltelepíteni a gépre, akkor ezt még írd be, tehát a teljes promptunk most úgy fog kinézni, amivel elindítjuk, hogy Python szünet apper hydit alulás app.py kötel-kötel lang n és minus, minus no. Minusz Tehát ezzel tudjuk elindítani angol nyelven, és úgy, hogy ne emészen meg annyi memóriát, mert amúgy már el se indulna. Itt betöltöget pár modellt, ez eltart egy darabig, kír pár hibaüzennek látszó szöveget, azzal ne foglalkozzatok, ettől még működni fog. Illetve van lehetőséget arra is, hogy parancsori utasítást használtok, amikor ezt adjátok ki, akkor a parancsori ablakban lehet a promptot megadni, tehát nem nyílik meg grafikus felet, hanem közvetlenül innen tudjátok vezé vezérelni. És megnézzük, mindjárt elindult-e. Igen, elindult, itt kiírta, hogy running on local URL, kiad egy címet, és ezen érjük el, tehát a localhost 2.443-as címet használva fogjuk elérni. Ja, közben legenelte a kutyát. Aha. Hát, uh, hmm. megmutatnám a kutyát, hogy amúgy milyen lett. A mid-journey féle generálás. Ez a mid-journey féle kép. És ez a Hanyu Uh, elég erős a különbség. Uh, azt kell, hogy mondjam, ez tényleg olyan, mintha inkább ilyen rajzfilmes lenne. Tehát, hogy lényegében uh, majdnem minden kép ilyen, amit generál, uh, elég messze van az életű képtől, ez, ez döbbenetesen jó. Nézzük akkor meg, el is indult, itt van, tudjuk használni ugyanazok a beállítási lehetőségek vannak, mint a Hugging es demo esetén, természetesen a negatív promptot lecserélhetjük egy angol nyelvű negatív promptra, mindjárt innen ki is kopizok egyet. Legyen mondjuk ez, text, watermark, low normal quality, normality, worst, quality, ezt ide beírjuk angolul, és azt mondjuk, hogy ez a DDPMN marad, és generáljunk, innen a Mid journey ről veszünk egy Promptot. Mondjuk két kutyát, akik a fűben ülnek. Jó mehet a generálást, ez most a saját gépemen fog menni. 100 lépés. Lássuk. Megmutatom, bezárom, amire nincs szükség. A Confi UI-t is lezárom. Miért elfogy a memória? Itt mutatom, hogy mennyi teszik. 14 GB-nyi videókártya memória folyott el. Ebbe természetesen bele kell számolni egy kevéskét, amit a böngészők elvisznek a több száz lappal, ami éppen meg van nyitva, illetve az OBS, mint videófelvevő is fut. Tehát mondjuk egy ilyen 12 GB videókártya memóriára tippelnék, ami szükséges hozzá kétséges, hogy elindul egy 12 GB-os videókártyán, a 16-oson már el fog indulni, a 24-esen meg egész jól fogja magát érezni. Nézzük meg, hogy milyen sebességgel generálja, itt látszik a háttérben, körülbelül 2 perc, amíg legenerál a saját gépünkön egy képet. Nekem egy elég jó videókártyám van, úgyhogy ez egy középkategóriás videókártyán akár 5-6 percig is eltarthat. A 3090-es Nvidia-n ez mindössze 2 percig tart. Igen, amíg tölti, megmutatnám, ez volt az az oldal, honnan letöltöttük a modellt, ez a Hugging Face-nek az oldala, és itt van a Hanyuhan által elérhető modell, tehát a Tencent feltöltötte ide a Hanyuhan modelleket. Itt úgy szintén látjátok a projekt előrehaladását, információkat találtok róla, ezeket a promptokat amúgy érdemes kipróbálni, hogy nektek miket adna, és milyenek az eredmények, és itt vannak a Files fülön azok a modellek, amiket letöltöttünk a saját számítógépünkre. Illetve ugyanezeket töltötte le tulajdonképpen a Google kolabos változat is a Google-nek a rendszerébe, amikor használtuk ezt. Nézzük meg a kutyás képet, itt van két kutya. Jó, és akkor nézzük meg a Midjourney által generáltat itt megint a prompt hűséggel probléma van, mert hogy egy aranyos, fekete-fehér border collie ül egy idébb rakjuk erre, most már nincs szükség egy e, golden retriever mellett hát e, nem annyira jó. <laughs> Azt kell, hogy mondjam. Szóval igazából a Border Collie ott van, de a Golden Retriever valamiért hiányzik, tehát az így nagyon nem jött össze, elképesztően félelmetesen életű a Midgerni képe, és ehhez képest a, a fű az valami borzalmas, az borzalmasan néz ki itt a Hanyuennen. de lehet, hogy én most nagyon negatívan álltam hozzá itt már a sokadik kép után, mondjátok meg ti a kommentben, hogy nektek tetszik -e ez a modell, Reméljük, hogy az SD3, ami ugyanígy a dítes architektúrára épít, azért jobb kimerteket fog generálni. Tehát láttátok, kettő perc alatt le is generálódott a saját gépen a kép, tehát nekem gyorsabban generálódott, mint amilyen sebességű videókártyát kiosztott a számunkra a Google kolabos rendszer. Tudodaképp a beállítások pontosan ugyanazok, tehát ezen nem lehet változtatni. Itt azt írták valahol a kommentben, itt, ahol a hibákat jelzi az ember, hogy ezt a minus minus no enhanced kell használni, de hogy minimálisan befolyásolja a kép kimenetét, hát remélem, hogy akkora befolyással nincs rá, mert hogy másképp nem engedi futtatni, de ez nekem nem üdötte meg azt a szintet, még félig sem, mint amit a Mid Journey, főleg, hogy a promptot nem értette meg, és két ugyanolyan kutyát rakott ki fajtában, ahelyett, hogy két különböző fajta kutya jelent volna meg. Ez lett volna, amit szerettem volna nektek bemutatni, kérlek ti is próbáljátok ki akár a Hugging Faces demót, akár a Google Colabos demót, ha pedig rendelkeztek kellően erős számítógéppel hozzá, akkor természetesen ti is ö, töltsétek le a saját gépetekre a Hanyuhen Dites modellt, és ott próbáljátok ki, és használjátok azon, nézzétek meg, hogy ö, milyen képeket és hogyan generál. A két perces generálási idő azért az elég hosszú. A Stable Cascade, ami az eddigi legnagyobb modell volt, ami így elérhető a nyílt forráskodó közösség számára, illetve ingyenesen tudjuk használni a saját gépünkön, az messze nem ennyi idő alatt generál, tehát jóval kevesebb, és mégis láthattátok, hogy nagyon-nagyon jó minőségű képeket generál, illetve az SDXL Lighting és Turbo, ami pár másodpercek alatt generál egy képet, az ennél a legtöbb esetben ennél jóval jobb minőségű képeket generált, úgyhogy nekem nem feltétlenül nyert el a tetszésem, mert szerintem lassú, a promptot nem követi, nagyon inkább rajzfilmszerű, vagy festményszerű, rajzszerű és nem életű képeket generál. A részletekkel is probléma van, mert nagyon-nagyon a promptot próbálja meg csak legenerálni, és semmi mást nem tesz hozzá. Szeretném még. Megemlíteni nektek, hogy az ember Pintja YouTube csatornájának van egy Discord szervere, ahol szeretettel várunk mindenkit, hogyha elakadtál esetleg valamiben, akkor nyugodtan tedd fel a kérdést, és megpróbálunk rá válaszolni, illetve csak van valami, amit szeretném megosztani, akkor azt a megfelelő csoportszobában megteheted, illetve van egy ingyenes képgeneráló alkalmazás is a Discord szerveren használjátok, óriási felbontású, szuper jó képeket lehet vele generálni a nájjal, ezt amúgy be is mutattam az Ember Pintja YouTube csatornán. Hogyha tetszett a videó, akkor kélek lájkoljátok, like illetve kommenteljétek, hogy másokhoz is eljusson. Ha értékelitek a munkámat, és szeretnétek támogatni, azt a minden videó esetén megteltitek a köszönöm gombra kattintva, vagy akár csatlakozhattok is az MPRM Pintja YouTube csatorna rendszeres támogatói közé. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!